Már a hét elején elkezdődtek a selejtezők a felnőtt tenisz országos bajnokságon Győrben. A Kállóci téri teniszcentrumban zajló versenyen közel 130-an küzdenek az első helyért. Öt pályán zajlanak a küzdelmek, hát a nagy örömünkre szolgál, hogy négy női versenyzőnk indul a 32-es főtáblán. A selejtezőben a férfiak közül 10 játékosunk van, és a főtáblán pedig 4 játékosunk van, és úgy gondolom, hogy esélyekkel is vagyunk. Két igazi nagyágyú is részt vesz az eseményen. A férfi mezőnyben Nagy Péter, Davis kupa játékos, a győri verseny első számú kiemeltje, míg a nőknél Béke Fibianka a legesélyesebb, aki a tavaszi 10 000 dolláros verseny győztese volt. A férfiaknál Nagy Peti, Davis kupa játékosunk is indul itt a résztvevők között. Valkusz Máté, ugye, aki korábban világelső volt a juniorok között. Egyik kérdés az itt is a válasz, hogy hát a tehetségek közül ugye Mátéban nagyon bízunk hosszú távon, hogy a magyar férfi teniszben egy potenciális, úgymond megváltót látunk. Úgyhogy, de személy szerint nekem viszont ez jó lehetőség arra, hogy itt a helyi győri játékosokat is megnézzem, hogy teljesítenek, miképpen játszanak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy színvonalas verseny lesz itt Győrben. Ezt még a keddi játéknapon mondta stábunknak a szakember, aki nem állt messze az igazságtól, hiszen a hét folyamán izgalmas küzdelmeket láthattak a kilátogatók. A döntőket szombaton és vasárnap rendezik a Kállóci téri teniszcentrumban.